Még a premier előtt kereste meg Szedmák Tamás alpolgármestere a Mozgó mozit, hogy a bemutató után szeretné, ha a kiskörösiek is megnézhetnék a Most vagy Soha című romantikus kalandfilmet. Így másfél héttel az országos bemutató után, március 25-én városunkban is látható lesz a film. A nagyszabású alkotás főszereplője Petőfi Sándor a Forradalmár, a költő és a szerelmes fiatalember. A film egyetlen nap történetét meséli el a forradalom előestéjétől, március 15-e éjszakájáig. Mivel ez egyébként is általános iskolai, illetve érettségi tananyag is maga a téma 1848. március 15-e, talán érdemes lenne ajánlani a diákoknak is, hogy akár szervezet, akár egyéni vetítés keretében tekintsék meg ezt a filmet. És így egyeztettünk a Mozgó Mozis úrral, hogy március 25-én, azaz hétfőn, jövő hét hétfőn Kiskörösön itt a Művelődési Központban is lesz három vetítés. A délelőtt során lesz kettő vetítés, egyik az általános iskolások részére, ezt követően pedig a középiskolások részére, és ugyanúgy 25-én hétfőn este 6 órakor pedig egy közönség vetítés lesz. Emberek, hé! Bécsben tegnap kitört a forradalom! Szabadságot követelnek! Ha ez igaz, akkor mi mire várunk? A katonák rájuk lőttek! A márciusi ifjak esténként a Pilvax kávéházban gyűltek össze beszélgetni, vitázni, tréfálkozni, pont úgy, ahogyan ezt ma is bármelyik fiatal társaság teszi. A Pilvax olyan, mint egy korabeli romkocsma, a lázadó, radikális értelmiség kedvenc találkozóhelye, és természetesen a Most vagy Soha kiemelt helyszíne. Akik egy jó szórakoztató, igényesen elkészült, izgalmas filmet kívánnak megtekinteni, azoknak mindenképpen ajánlom. Nyilván akik a történelmet, különösképpen a magyar történelmi témákat szeretik megfilmesítve, azoknak ez egy alap feladat, úgy gondolom megtekinteni, és én azt gondolom, hogy az utóbbi 10-15 év során egyetemen látszik a magyar filmiparnak a fejlődése, és nagyon sok jól sikerült alkotás volt. Az utóbbi időszakban ezek leginkább történelmi eseményekhez kapcsolódó filmek voltak, és ez a film szintén ebbe a sorba illeszkedik. A Most vagy Soha című film vetítésére a jegyek az előadás napján, március 25-én reggel 8 órától megvásárolhatóak 1500 forintos áron. Jegyvásárlásra a filmvetítés előtt is lesz lehetőség a Petőfi Sándor Művelődési Központban. A magyarok istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Ha csak megmozdulnak, lövünk! Néhány tucat diák forradalmat játszik. Nem hagyom, hogy ezek a suhancok a feje tetejére állítsák a várost.